Köszöntök mindenkit ezen a mai ünnepi úrvacsorai Isten tiszteleten, amikor szeretnénk az Istennel kötött szövetségünket megújítani. És abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a délelőtti tanulmány pont erről szólt, tehát azok a szereztetési igék, amelyeket majd én fel is fogok olvasni az Isten tiszteletünk végén, ezek voltak a mai ige tanulmányozásnak a tárgyai. És hát beszéltünk is arról, hogy a szövetségünk megújítása, az úrvacsora, az úrvacsorának a feltétele az, hogy egyrészt a mi szívünk tisztává váljon, de Krisztus maga is szeretne minket teljesen tisztává tenni, olyan tisztává, ahogyan egykor abból a bizonyos keresztvízből vagy fürdővízből kiemelkedtünk. Hogyan tudjuk mi a szívünket erre alkalmassá tenni? Hogyan tudjuk mi a szívünket megtisztítani, hogy úgy végezzük el a lábmosás szertartását, hogy erre valóban méltóak tudjunk lenni? Ugye ez több dolgot is jelent, először is rendeznünk kell Istennel a bűneinket, és én hiszem is, hogy mindannyian, akik most idejöttünk, az elmúlt napokban ezeket végig gondoltuk, és elrendeztük a dolgainkat Istennel, de nem csak erre van szükség. Arra is szükségünk van, hogy valahol a mi értékrendünket visszaigazítsuk az Isten mércéjéhez. Ahogyan egykor talán ott volt, de az ember sajnos hajlamos ezt a mértékrendet, az értékrendjét egy kicsit elállítani, el tud ez hangolódni, és nem könnyű. Az sem könnyű, hogy az életünket elrendezzük, és az sem könnyű, hogy magunkat visszahelyezzük abba az állapotba, ahová Isten szeretné, hogy visszakerüljünk. Azt is mondhatnánk, hogy ez egyenesen lehetetlen. Isten segítsége nélkül ezt nem tudjuk megtenni. Szükségünk van arra, hogy Isten valóban segítsen, valódi külső segítségre van szükségünk, és hogy tudjuk ezt a segítséget megtalálni, hogy tudjuk ezt a segítséget megragadni. Ennek talán a legfontosabb lépés, ami minket elvezet ehhez a segítséghez, az nem más, mint az emlékezés. Visszaemlékezni, hogy honnan jöttünk, hol voltunk kezdetben, hová emelt ki minket Isten, hogyan talált meg minket, hogy mi valamikor a bűnfogjai voltunk, hogyan szabadított ebből ki, hogyan veszítettük mi őt mégis időről időre újra szem elől, de hogyan tapasztaltuk meg újra és újra az ő irgalmasságát, de azzal együtt a bűnnel szembeni gyűlöletét, ahogyan hordozott, ahogyan a gondunkat viselte. Ezekre mind-mind vissza kell emlékeznünk. Az Istennel való kapcsolatunknak az egyik legfontosabb része az emlékezés, és amire legfőképpen emlékeznünk kell, az az ő áldozata, az ő halála. Az úrvacsora központi eleme az Úr halálára való emlékezés. Talán ismerjük is ezeket az igéket, felolvasom azért röviden a Korintusi első levél 11. fejezetéből, amikor hálákat adván a kenyeret megtörte, és azt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti értetek, megtörték, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És a
25. versben pedig hasonlatosképpen a poharat is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván, e poháram az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Tehát az ő emberért hozott, mi érettünk hozott áldozatáról kell megemlékeznünk, hiszen ennek köszönhetjük az életünket. Minden falat kenyér, minden csepp víz, minden lélegzetvételnyi levegő az ő halálának köszönhető. Jézus halála életünknek a legnagyobb ajándéka. Isten életét kaptuk ajándékba a mi halálunk helyett. Azt kellett volna kapjuk. És helyette Isten életét kaptuk ajándékba, és mennyit ér ez az ajándék? Mennyit ér egy ember élete? Mennyit ér az, hogy én élhetek ezen a világban? Én azt hiszem, hogy ennél nagyobb érték nem létezik. Mert ha nem élünk, akkor semminek nincs értéke, akkor értelme sincs semminek, akkor nem is tudunk semmiről. Az életünk önmagában a legnagyobb érték, amivel rendelkezünk, és ez valóban semmihez sem hasonlítható. Többet ér az egész világ mindenségnél, az, hogy én élhetek, még ha nyomorult körülmények között is. Na de vajon Isten számára mennyit ér a mi életünk? Azt hiszem, hogy az ő számára is többet ér az egész világ mindenségnél. Azt gondolhatnánk, hogy észre sem vesz minket, hiszen mi csak ilyen atomnyi kis porszemek vagyunk az ő szemében, minden egyébhez képest, de mégis többet ért neki egy ember élete, mint a saját fiái, akit a legjobban szeretett. Egyetlen ember életéért is odaadta volna, odaadta az ő gyermekét. És érdemes feltenni azt a kérdést is, hogy ha Isten szemében ennyit ér egy ember élete, akkor ehhez képest vajon egy másik ember életében mennyit ér egy ember élete? A mi szemünkben mennyit ér egy ember élete? Mennyit ér egy ember élete ezen a világon? Ugye elég, ha körülnézünk a világban, és azt látjuk, hogy az ember életnek ezen a földön hát nagyon különböző az árfolyama. A legdrágábbtól a legolcsóbbig változhat. Akik hozzánk közel állnak, akik számunkra fontosak, azoknak az élete kétségkívül nagyon sokat ér, na de a többieké, akik számunkra nem fontosak, akiket nem ismerünk, esetleg az ellenségeinké, akik minket bántanak, akik nekünk nehézségeket okoznak, azoké már kevésbé. Ugye a zsidók valamikor úgy gondolkodtak, és a világ ma is úgy gondolkodik, ahogy Jézus ezt idézte is a hegyi beszédben, hogy szeresd fele barátodat, gyűlöld ellenségedet. És ebből következik az, hogy akik számunkra gyűlöletesek, azoknak az élete nem sokat ér. Az emberi élet bizonyos értelemben majdhogy nem a legolcsóbb árucikk ezen a világon. Az emberek hajlandók fizetni még azért is, hogy mások élete megszűnjön. Nem erről szólnak a háborúk? Az országok vezetői elküldik a saját embereiket, akik számukra fontosak, háborúzni, harcolni azért, hogy mások életét elvegyék, akár annak árán is, hogy a mieink is meghalnak. Ennyit ér egy ember élete. És mennyit ért Jézus élete, amikor itt élt a Földön? Ugye ezt még számszerűen is tudjuk, 30 ezüst pénzt. Ennyit adtak Judásnak a zsidó főpapok és farizeusok, azért adták ezt a pénzt, hogy elvehessék Jézus életét. Még többet is adtak volna, de hát ennyiben tudtak megalkudni Judással. És hátborzongató belegondolni abba, és itt is beszéltünk erről, és említettük itt a délelőtt, hogy Júdás 30 ezüst pénzt kapott a papoktól, és ezzel a pénzzel tulajdonképpen a zsebében ment be az utolsó vacsorára. Jézus úgy mosta meg a lábait, hogy a Jézus életének az ára már a Júdás zsebében volt.
borzasztó belegondolni is. De a papi fejedelmek és a zsidó előjárók sem voltak ennél sokkal jobb állapotban. Jézust azon az éjjelen, amikor Júdás elárulta, kihallgatták Annásnál, majd kihallgatták Kajafás udvarában, végül még a zsidó tanács elé is vitték a Sanhedrin elé, még hajnal előtt, és megszületett, tulajdonképpen megszületett a halálos ítélet, amit csak azért nem hajtottak végre, mert a zsidóknak nem volt ehhez joguk, ehhez a római helytartó döntése kellett. De a kihallgatásokra sem lett volna igazán szükség, mert a Jézus haláláról való döntés az nem ezeken a kihallgatásokon született meg, hanem már sokkal korábban. A főtanácsban már korábban ezt a döntést meghozták. Olvasom is a János Evangélium a 11. fejezetéből az ide vonatkozó verseket. János Evangélium a 11. fejezet 47-től 47. versétől olvasom, és aztán majd sorba vesszük ezeket, egészen az 53. terjedő verseit, talán még az 57-est is el fogom olvasni. Egyben gyűjtötték azért a papi fejedelmek és a farizeusok a főtanácsot, és mondták, mit cselekedjünk, mert ez az ember sok csodát művel. Ha eképpen hagyjuk őt, mindenki hinni fog ő benne, és eljönnek majd a rómaiak, és elveszik tőlünk minden helyet, minden épet. Ahogyan nőtt Jézus népszerűsége, úgy a főtanács is egyre jobban aggódott. És amikor végül a legnagyobb csodáját tette meg, ez Lázár feltámasztása volt, talán emlékeztek is, a tanulmányon is volt erről szó, akkor már ez akkora dolognak számított, hogy a Jézus ügye napirendre került a főtanácsban. Vitára bocsátották, és arra jutottak, hogy meg kell halnia. Mi lett volna az egyedüli értelmes döntés, amit hozhattak volna a főtanácsban? Miután látták, hogy Jézus halottat támasztott fel, illetve hát a tudomásokra jutott, és ugye Lázár feltámasztása egy annyira hát mindenkit felkavaró esemény volt, hogy ott nem volt kérdés senki számára, hogy Lázár valóban halott volt, mikor Jézus feltámasztotta. A zsidó főtanácsban is tudták, hogy halottat csak Isten tud feltámasztani. Tehát egyedüli logikus és értelmes gondolat vagy döntés az lett volna, hogy elismerik, hogy ő mennyből jött, ő Isten, isteni személy. Ehhez képest a haláláról döntöttek. Hogyan történhetett ez meg? Látszólag, ugye úgy olvassuk, hogy így gondolkodtak, hogy ez az ember sok csodát művel, ha ekképpen hagyjuk őt, mindenki hinni fog ő benne, és eljönnek majd a rómaiak, és elveszik tőlünk minden helyet, minden épet. Tehát nem hogy ők hittek volna benne, hanem megrémültek, hogy majd mindenki hinni fog ő benne. Látszólag a népért aggódtak, a nép sorsáért aggódtak, de valójában a saját hatalmukat féltették, mert ugye arról szólt a dolog, hogy ha mindenki hinni fog benne, akkor a nép elfordul a vezetőktől, zavargás tör ki. A zavargás viszont a római hatalmat fogja felháborítani, a római hatalom ezt nem fogja hagyni, ezért elfoglalja az országot, valamiféle bábkormányt vagy másik vezetést állít oda, és ezzel megszűnik a jelenlegi vezetésnek a státusát, tehát elveszik tőlük minden helyet, minden épet. Hát ettől féltek, hogy mi lesz velük. Mi lesz az ő funkciójukkal? És ekkor történt az az esemény, amit a 49. verstől olvasok, egy pedig ő közülük, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, mondta nekik, ti semmit sem tudtok, meg sem gondoljátok, hogy jobb nekünk, ha egy ember halljon meg a népért, és az egész nép el ne vesszen. Ez pedig nem magától mondta, hanem mivel, hogy abban az esztendőben főpap volt, jövendőt mondott, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem csak a népért, hanem azért is, hogy Istennek elszélett gyermekeit egybegyűjtse.
Kajafás tudtán kívül proféciát mondott. Ő nem abban az értelemben akarta ezt mondani, ahogyan ami Jézus valódi áldozatára és valódi küldetésére vonatkozott, hanem ő csak, amit maga előtt látott, de mégis kortársai közül ő mondta ki egyedül, és ő mondta ki először azt, hogy mi is Jézus küldetésének a valódi értelme. Hogy egy ember halljon meg a népért azért, hogy sokan ne kelljen meghalljanak. Mennyire átborzongató ez, hogy valaki, aki őt halálra akarta adni, ő mondta ki róla a valódi küldetésének az értelmét és célját. És így olvasok az 53. versben, amanaptól azért azon tanakodtak, hogy őt megöljék. Az 57-ben pedig még ezt olvassuk. A papi fejedelmek pedig és a farizeusok is parancsolatot adtak, hogy ha valaki megtudja, hogy hol van, jelentse meg, hogy őt megfogják. Tehát megszületett a főtanácsban a halálos ítélet és az elfogadó parancs is kiadatott. Tehát innentől kezdve már Jézusnak el volt döntve a sorsa. Azon az éjszakán az már csak egy ilyen koncepciós per volt, ahol azt kellett megtalálniuk, hogy mivel vádolhatják meg. Júdás, aki a Biblia egyik legsötétebb szereplője, mégis azt mondhatjuk, hogy talán egy fokkal jobb állapotban volt, mint ezek a zsidó vezetők. Ő nem akarta föltétlenül Jézus halálát. Ezt honnan tudjuk? Ezt onnan tudjuk, hogy amikor Jézust Pilátus kezébe adták, akkor Júdás megértette, hogy ki fogják végezni. Innen már nincs visszaút. És akkor romlott össze, és lett öngyilkos. Megértette, hogy tulajdonképpen Istent juttatta halálra. Hogy nem is maga a tény, hogy ő mit követett el, hanem felfogta ennek a következményeit. De nem volt már erkölcsi ereje, hogy megtérjen, inkább a halált választotta, de eredetileg azt szerette volna, hogyha Jézus hatalomra kerül, és neki, és ő egy lesz a 12 közül, akiknek majd magas tisztséget fog adni. Júdás azt hitte, hogy Jézus majd Izrael királya lesz. Júdás ezt hitte. Ő ezt komolyan vette. Az Ószövetségi proféciából, meg Jézusnak a tanításaiból és csodáiból is látta, hogy ő lesz az, aki az Izrael királya lesz. Intelligens volt. És számolt azzal, hogy ez be fog következni, és akkor ő is majd magas tisztséghez jut. Azt olvasjuk a Jézus életében, hogy nagy hatással volt rá Jézus tanítása, és volt egy időszak, amikor még megvolt benne a vágy is, hogy az élete megváltozzon. Tehát őt megérintették Jézus tanításai, és szeretett volna ő is olyanná válni. De a pénz szeretetéről és a becsvágyáról nem tudott lemondani. Az végig ott maradt benne, és annak a csíráját nem tudta kiirtani magából, és ezek a tulajdonságai végül újra erőre kaptak, és megerősödtek, és amikor megértette, és rájött, hogy Jézus nem akar király lenni, akkor szívében egyre jobban meggyűlölte, és végül elárulta őt. De ott volt a gondolataiban, hogy mégiscsak ő lesz a messiás. Az árulása részben bosszú volt a korábbi sérelmeiért, mert Jézus néhányszor megfette őt. Ugye erről is a Bibliából tudomást szerezhetünk. Másrészt volt pedig egy olyan elképzelése, hogy ezzel kiugrasztja a nyulat a bokorból. Kikényszeríti Jézusból azt, hogy ha ő tényleg a mennynek a küldöttje, akkor nem fogja hagyni, hogy őt elítéljék és halálra adják, hanem akkor mégiscsak meg kell mutassa, hogy ki ő valójában, mert ez nem következhet be. Volt egy olyan gondolata is, hogy ha Jézus mégiscsak szélhámos lenne, hát akkor úgyis kereszt halált fog halni, akkor annak kell történni, ha nem, akkor viszont valamilyen módon meg fogja nyilvánítani az isteni hatalmát. Ellen White azt írja a Jézus élete című könyvben, hogy meg akarta leckésztetni az urat. Egy ilyen különleges kifejezést használ, hogy
hogy megmutassa azt, hogy itt Jézus nem tehet azt, amit akar, majd ő megmutatja, hogy itt ő nem mehet a maga feje után. Vagy fedje fel, hogy ki ő valójában, vagy pedig akkor ne, ahogy mai kifejezésre szokták mondani, ne raboljuk egymás idejét. És valahol valami ilyesmi volt az ő gondolataiban, de nem minden áron akarta Jézus halálát. Ő csak egy kis elégtételre vágyott, és arra, hogy a céljait elérhesse. Úgy is mondhatnánk, hogy nem föltétlenül akart rosszat Jézusnak, hanem elsősorban akart jót magának. És mi lett belőle? Ebből a kis gondolatból, ebből az elsőre talán nem is annyira rossznak tűnő gondolatból az lett, hogy a világ megváltóját, Isten fiát adta halálra. És amikor ezt a rettenetes történetet olvassuk, akkor általában azt szoktunk gondolni, hogy hát mi Júdásnak, meg a papi fejedelmeknek a lelkületétől azért nagyon távol állunk. Miért nem csinálnák, mint ők? Senki nem akarja Jézus halálát, nemhogy még fizessen is érte, senki nem adná előtt, nemhogy 30 ezüst pénzért, hanem 3 millióért sem. Még a keresztények ellenségei, akik tagadják ezt az egészet, azok is azt mondják, hogy azért ez nagyon durva dolog volt, ezt azért nem tennénk meg. Mégis azt kell mondanunk, hogy az a lelkület, ami oda vezetett, hogy ez bekövetkezett, megjelenhet kicsiben, észrevétlenül, bárkinek a fejében, még akár a hívő nép köreiben is. Nem vagyunk mi is úgy másokkal időnként, hogy nem akarunk nekik rosszat. Szeretjük mi az embertársainkat. Csak hát szeretnénk maguknak egy kis jót. És ez olyan ártatlan dolog. Nem akarok én senkit bántani, de amikor úgy keresztezi az utamat, és azt látom, hogy ha most azt csinálja, amit ő csinálni fog, akkor nekem kárt fog okozni, akkor azért ezt csak nem hagyom. Júdás is így volt. Mindössze ennyi volt, hogy úgy tűnt, hogy Jézus most keresztezi az útját, tehát ezt csak nem hagyhatja. Hát valamit tenni kell itt. Mi nem ölünk meg senkit. Még 30 ezüst pénzért sem adjuk el a lelkét. Mi csak meg szoktunk haragudni egy kicsit másokra, vagy esetleg már nem szeretjük őt annyira, mert hát sérelmet okozott. És az ember olyan ferdébb szemmel, egy kicsit olyan hűvösebben néz a másik emberre, és az a kérdés, hogy vajon ez mennyivel jobb, mint a gyilkosság vagy az árulás. Az ige azt mondja, hogy aki gyűlöli az ő atya fiát, embergyilkos az. És mi a gyűlölet? Hol kezdődik a gyűlölet? Ott kezdődik, hogy engesztelhetetlenül gyűlölöm a másik embert, vagy pedig ott kezdődik, hogy most nincs kedvem vele beszélgetni. Most valahogy nem érzem felüdítőnek azt, hogy vele beszélgessek, inkább más valakivel. Vajon rossz érzéseim vannak iránta, vajon valahol nem itt kezdődik a gyűlölet? Most nem akarok vele találkozni, most nincs kedvem látni, nem jött el a gyülekezetbe, hát talán jobb is, mert valahogy most jobban meg tudom őrizni így a békességemet. Érdemes ezeken elgondolkodni, hogy hol kezdődik az a lelkület, ami oda vezethet, ahová Júdásnak az árulása is vezetett. Mennyit ér számunkra egy ember értéke? Mennyi egy embernek az árfolyama? Van különbség ezekben az árfolyamokban? Az emberek értékeiben? Vagy nincsen? Annyit ér számomra egy másik ember, mint Jézus számára mennyit ért? Vagy annyit ér számomra egy másik ember élete? Vagy egy másik ember, mint Júdás számára mennyit ért? Mert ő sem akarta halálát mindenképpen. Csak éppen valamit szeretett volna változtatni a dolgokon. De most nézzük meg a papi fejedelmeknek a lelkületét is, akik Jézust valóban meg akarták ölni. Vajon érinthet minket az a lelkület is, ami bennük volt? Ugye Kajafás azt mondta, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért, mint hogy az egész nép vesszen el. Most tegyük félre, hogy ez egy profécia volt.
ez a logika egyáltalán nem áll távol a közgondolkodástól. Így működik a politika, így működik a gazdaság, általában az értékközösségek is így működnek, hogy hozzunk egy kisebb áldozatot, ha szükséges, azért, hogy a nagyobb érték megmaradjon. Az embernek, ha mérlegelni kell, hogy most a nagyobb baj következzen be, vagy a kisebb baj következzen, hát akkor következzen be a kisebb baj, és megmarad a nagyobb érték. És újra a háborút hozom hasonlatként, hogy a népek inkább felvállalják a frontról hazatérő koporsókat, mint hogy az ország elveszett. Mégiscsak az ország az nagyobb érték, mint az, hogy néhány ember meghal. Mindig vannak áldozatok. Az áldozatok bizonyos értelemben szükségesek is, így szoktuk gondolni, vagy legalábbis van egy ilyen nézet. Ezt el kell fogadnunk. Na de legalább megőrizzük az értékeinket, azt, ami nekünk fontos, még ha áldozatok árán is. És így van egyébként ez a gazdaságban is. Jobb, ha egyeseknek kevesebb jut, például a nyugdíjasoknak, vagy az egészségügynek, vagy az oktatásnak, mint hogy az a gazdaság egésze megroppanjon, amikor ilyen megszorító intézkedéseket vezetnek be. Persze valahogy mindig a szegényeket szorítják meg, nem a tehetősebbeket és a fontos embereket, mert hát a gazdagoknak, a döntéshozóknak az élete azért mégiscsak fontosabb és többet érnek, mint a szegények. Hát a szegények valahogy eddig is kibírták, ezután is ki fogják bírni. Kellenek az áldozatok. De vajon Isten is így látja, hogy kell néha az áldozat? Áldozatot lehet hozni? Ugye Kajafás nem azzal győzte meg a főtanácsot, hogy mindenki számára gyűlöletessé tette Jézust. Az nem sikerült volna. Mert Jézus semmi olyat nem tett, amiért ő gyűlölni lehetett volna. Nem mondta ki, hogy a hatalmunkat féltjük tőle. Ő csak annyit mondott, hogy nem baj, ha egy nép, ha egy ember elveszik, de a nép megmenekül. És erre mindenki rezonált. Ez mindenkinek tetszett. Hát igen, tényleg. Hát egy ember meghal és megmarad a békesség, nem lesz itt lázadás. Hát egy embernek az élete, hát mai minden nap meghal valaki, hát ez belefér. De legalább a nép megmarad. A főtanács ezt az érvet már elfogadta. Ez számukra meggyőző volt. És milyen nagy a különbség az ő gondolkodásuk és Jézus gondolkodása között. Ők oda dobtak egy embert a többiért, Jézus pedig ott hagyta a többit. Egy emberért is. Vajon minket nem veszélyeztet ez a gondolkodás? Hogy inkább húzza valaki a rövidebbet, de nagy kár ne történjen. És még úgy biblikusnak is tűnik, mert ott van a János 12:24, hogy ha a földbe esett gabona mag el nem hal, csak egymaga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Ugye Jézus mondta ezt a példázatot, és ez valóban biblikus, hogyha valaki önmagát áldozza fel másokért. Na de akkor, amikor mást áldozunk fel a többiekért, akkor ez már nem annyira bibliai gondolat. Ez már a Kajafás logikája és a főtanácsi. Pedig milyen kicsi a különbség? Mikor eshetünk mélyen hibába? Akkor, amikor személyválogatók vagyunk. Ha például a többséget többre becsüljük, mint a kisebbséget, vagy ha egyeseket többre becsülünk, mint másokat. Vannak az okosok, vannak a tehetősek, akik erősek, akik a húzó emberek, akik többet tesznek a családért, a közösségért, a gyülekezetért, anyagilag is, meg másképpen is. És hát ott vannak azok, akik viszont úgy visszahúznak a többieket, akik mindig felforgatják a dolgokat, akik bosszantanak minket, akik szegények, akik nyomorultak, akiket mindig csak segíteni kell. Hát ők úgy kevesebbet érnek a szemünkbe. A személyválogatás lelkülete ugyanabból a gyökérből táplálkozik, amiből Kajafás is. Egyesek olcsóbbak, mások drágábbak. Ha szükséges, akkor az olcsók közül lehetnek áldozatok,
de lényeg az, hogy a drágábbak, a lényegesebbek, az értékesebbek megmaradjanak. És újra érdemes eszünkbe jutnia, hogy Jézus viszont a leggyengébbekért, a legnyomorultabbakért, azért az egyért is eljött volna a világra, és eljött a világra. Az Atya is egyetlen emberért is, a legkisebbért, az utolsó hajléktalanért is odaadta volna a fiát, akit mindennél jobban szeretett. És én azt a kérdést szeretném mindannyian feltenni, hogy számunkra, az én számomra mi a legértékesebb ezen a világon? Mi számít a legnagyobb értéknek? A saját boldogságom? A saját életem? Mert az élet kétségkívül rendkívül értékes Isten szemében, hiszen tudjuk, hogy Jézus az én életemért is az életét adta. Na de vajon kinek az élete értékesebb? Az enyém vagy a másoké? A tehetősebb, az ügyesebb emberek, az okosabb emberek, illetve a nyomorultaké, az öregek, akik amúgy is mennek a sírba. Ki az értékesebb? Isten szemében azért a legértékesebb az ember élete, mert az ember van a legnyomorultabb helyzetben minden teremtmény közül. És Isten szemében Isten otthagyta az el nem bukott világok teremtményeit, és eljött erre a földre, és itt az életét kockáztatta azokért, akik már fél lábon a sírban voltak, akik felül úgy tűnt, hogy nincs reménység. Ott hagyta, mint pásztor, az ő 99 juhát, és elment azért az egyért. És vajon számunkra is a legkisebb ember a legértékesebb? Van bennünk személyválogatás? Érdemes ezen elgondolkodni. És az úrvacsorában, amikor megemlékezünk az Urunk haláláról, akkor valahol erről az értékrendről is meg kell emlékeznünk. Mi számunkra a legfontosabb ebben az életben? Mert ezen a világon nem létezik nagyobb érték az embernél. Isten számára nem volt nagyobb érték az embernél, most sincs nagyobb érték az embernél, akkor a mi számunkra sem lehet nagyobb érték az embernél. A teremtett univerzumnál is többet, a maga életét áldozta fel, kockára tette az emberét. És amikor az értékrendem helyreáll, akkor fogom megtanulni szeretni a másik embert. Amikor nem jut eszembe az, hogy bárki lehet áldozat, nem lehet senki áldozat, mindenkinek az élete végtelenül értékes. Úgy is mondhatnánk, hogy egyedüli érték az ember ezen a világon, és minden egyéb nem az. Ahogy Pál apostol mondta, kár is szemét. Tele van a világ szépséggel, tele van színnel, sok csodálatos dolgokkal, rengeteg pénzt áldozunk arra, hogy ezt azt megszerezzük, és meglássuk, és elmenjük, és megtapasztaljuk. Mindez semmit nem ér. Ezen a világon egyedüli érték az ember. Valaki egyszer azt mondta, hogy akkor van benned Jézus lelkülete, ha nem tudsz aludni a gondolattól, hogy létezik még ember a világon, aki bűneiben haldoklik, és nem hallott a kereszt reménységéről. Tudunk mi aludni? Egész jól. Sajnos. Nem tudjuk igazából értékelni az ember életét. Néhányat tudunk persze, de úgy az összes emberét, a nyomorultakét, a bűnösökét nem tudjuk úgy értékelni, hogy Isten értékelte. És én azt szeretném ma a lelkünkre kötni, hogy tanuljuk meg ezt, tudatosítsuk magunkban, hogy mi az igazi érték. Mi az, amiért nekünk érdemes élni, nem csak a magunké, hanem a mások életért is. Másokat is ezért kell szolgálnunk, mert végtelen érték. És erről szól a szeretet, értékelni azt, ami valóban értékes. És nem tulajdonítani túl nagy értéket annak, ami nem az.
mert az nem értékes. Az úrvacsorában Krisztus haláláról emlékezünk, arról a Krisztusról, aki azért vállalta a keresztet, mert mindennél többre tartotta az embert, akár azt az egyetlen egyet is. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy amikor az Úr megmossa a mi lábainkat, amikor átadja nekünk az ő testének és vérének ajándékát, akkor emlékezzünk meg az emberről. Arról az emberről, akiért az Isten eljött, akit olyan könnyen odadobunk áldozatnak, de aki nem áldozat, hanem aki Istennek a legdrágább szemefénye. Legyen számunkra is az ember a legértékesebb árucik.